Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Méreg Attila vagyok. Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Szép jó reggelt, Marek, üdvözöllek a műsorban, nagyon örülök, hogy veled is összehozzuk ezt a beszélgetést. Szia Attila, köszöntöm szépen a nézőket, és én is nagyon örülök, hogy lehetőséget adtál a szereplésre. Ti a cégeddel, a Wojciech Works-szel ausztriai munkaközvetítéssel foglalkoztok. Az elmúlt években hogy látod, milyen statisztikáitok voltak, mennyien kerestek, meg mennyi emberek tudtatok segíteni? Az elmúlt években, ugye a céget 2015-ben alakítottuk meg a párommal, tehát ez azt jelenti, hogy idén lesz 6. éves. Hozzá szeretném tenni, hogy jellemzően a vendéglátásba közvetítünk munkaerőt, Ausztriába és Németországba. Az indulástól kezdve ez minden évben egyre több és több ügyfelet jelentett, tehát ez azt jelenti, hogy minden évben többen fordultak hozzánk segítségért, hogy segítsünk nekik elhelyezkedni az osztrák vendéglátásba. Sajnos ugye ez most a tavalyi évben jelentősen visszaesett, köszönhetően a tavalyi évben kitört koronavírus járványnak. Úgyhogy úgy mondanám, hogy 2015-től 2019-ig minden évben növekvő tendenciát mutatott az ügyfelek, illetve a minket megkeresők száma, ez a tavalyi évben sajnos jelentősen visszaesett. Amennyien megkerestek minket, segítséget szerettek volna kérni tőlünk, például a nyelvtudás hiánya, vagy mondjuk a vendéglátós szakképesítés hiánya miatt, sajnos nem minden esetben jön létre a sikeres közvetítés. Tehát azt tudnám mondani, hogy mondjuk úgy az első évben megkerestek minket 800-an körülbelül, és abból 100 embert tudtunk kiközvetíteni munkahelyre. A nyelvtudás hiánya. Tudsz még pár tipikus olyan szituációt, problémát említeni, amikor mondjuk nem tudtok segíteni az ügyfélnek? A legsarkalatosabb pont az a nyelvtudás hiánya. Sajnos sokan azt hiszik, hogy vendéglátásról van szó, nem beszélek németül, de ugye azt mondja, hogy gyorsan tanulok, és majd rám ragad, vagy olyan helyre közvetítsük őket, ahol magyarok dolgoznak. Az osztrák az egy olyan típusú ember, ha ő adja a fizetést, akkor elvár egy minimális, tényleg legalább a feladatait megértse az ember, nyelvtudást, és hiába beszél az ember mondjuk folyékonyan angolul, kevés olyan hely van, ahol ezt tolerálják, hogy nulla német, folyékony angol, és akkor majd angolul elbeszélgetünk. Tehát ez az egyik. A másik, bár ez annyira nem fájdalmas pont, így még szokott sikerülni egyébként a közvetítés, hogyha az embernek van hozzá szorgalma, akaratereje, tényleg dolgozni akar, hogy semmiféle vendéglátó ipari szakképesítés vagy előmúlt, úgymond tapasztalat nélkül jelentkeznek hozzánk, de azokat még el tudjuk helyezni szobalánynak mondjuk, ahol betanítják, vagy egy konyhai kisegítőnek, ahol szintén betanítják. Inkább én azt mondanám, hogy a nyelvtudás teljes hiánya az, amikor azt kell mondjuk a jelentkezőnek, hogy sajnáljuk, de ez így nem fog menni. Megállapodás, illetve kompromisszum kérdése. Sokan keresnek meg úgy minket, már mondjuk területi elképzelésük van, hogy hol szeretnének munkát vállalni, például Bécs, Graz, Linz, tehát nagyvárosban, és akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyvárosi szállodákkal, illetve vendéglátóipari egységekkel sajnos nincs kapcsolatunk, mert ott nem biztosítanak az esetek 99%-ában szállást a munkaerejüknek, mi pedig nem ingatlan vagy albérlet közvetítők vagyunk, hanem munkát közvetítünk, ebben nem tudunk segíteni. Tehát nekünk csak és kizárólag olyan partnereink vannak, akik a szállást is biztosítják a munkaerejüknek, ergo erre már nem kell költenie a jelentkezőnek. Vannak, akiknek területi elképzelésük olyan szinten van, hogy a határ mentén szeretnének dolgozni, ugye, ami az ingázás fogalmát meríti ki. Na most abban sem szoktunk tudni segíteni, mert igazából a mi ügyfeleink, akik kinti partnerek, azok inkább így Niederösterreich tartomány és nyugatra, tehát síparadicsomok, stb. Onnan pedig nem megoldható az ingázás, legalábbis nem napi szinten. Hogy említetted, hogy több partneretek van, gondolom az évek során ezek fejlődtek, nőtt ez a szám. Hogy akarjátok még plusz partnereket, akarjátok növelni ezt a partnerhálózatot? És melyik régióban vagytok legjobban jelen?
igazából ez a partnerlista nincs számszakilag korlátozva, hogy mennyi lehet. Természetesen új belépőkkel is nagyon szívesen dolgozunk, és megvannak azok a visszatérő partnereink, akikkel már 2015 óta együtt dolgozunk, és lényegében mondhatom azt, csak és kizárólag rajtunk keresztül keresik, illetve veszik fel a személyzetüket. Ezekkel ugye teljesen jó a kapcsolat, mert megbízunk bennük, hogy korrektek, időben kifizetik a munkaerőt, nem számolják el rosszul a túlórát, vagy úgy értem ezt, hogy nem rakják el a fiók mélyére, és a többi, és a többi. Tehát itt ezeknél a partnereknél minden rendben szokott lenni. Nyilván ezért is az évek óta zajló közös munka. A másik, az új belépők pedig két havi rendszerességgel hírlevelezni szoktunk, hogy van egy ilyen cégünk Magyarországon, aki magyar munkaerőt közvetít, a vendéglátásba a szakképzett, nyelvet beszélő munkaerőt, és mindig jönnek új belépők, akik erre a hírlevélnek a hatására úgy vannak vele, hogy próbáljuk ki, mert mondjuk akkor megspórolok magamnak annyi időt, amit mondjuk a családommal tudok tölteni. Ez a cég elintézi nekem a munkaügyet, a munkaerő felkutatását, leszervezését, stb. Én pedig ezt az időt fordíthatom másra. Partnerszám nincs korlátozva, szívesen fogadunk új belépőket is, de megvan az a pár szálloda, egész sok, mondhatom, akikkel már évek óta együtt dolgozunk. Régió vagy tartomány szempontjából nyilván ugye nálunk mindig a téli szezon a legerősebb, amelyik az idén sajnos most kimaradt. Ennek megfelelően a nyugati tartományok, tehát Tirol, Salzburg és Vorarlberg. Igen, ez az év, meg a tavalyi év az nem egy csúcs szuper, de az élet fog tovább menni, és a gazdaság, turizmus fog pörögni. Ezt még túl kell élni a jelen helyzetet. Hogy látjátok, ahonnan elindultatok 2015-ben, szépen fejlődött a cég, egyre több kapcsolatotok lett, egyre több kliensetek, hogy hova fejlődhet még, vagy hova szeretnétek fejleszteni még ezt a céget? Ahogy mondtad, a tavalyi év, de főleg ez a téli szezon, ez körülbelül kis túlzással, de visszarakta a céget a nullára. Nyilván a partneri kapcsolatok megvannak, a már közvetített ügyfélkör, mondhatom büszkén, hogy szinte minden egyes ügyfelünkkel, akit már kiközvetítettünk, baráti a viszonyunk, illetve azok megkeresnek újra, hogyha mondjuk váltani szeretnének, hogy megint mi intézzük nekik a munkaügyeiket. Viszont nyilván meg kell várni azt, hogy a turizmus a járvány hatására, vagy a járvány elmúltával hogy fog fejlődni, illetve milyen trendek, milyen utazási szabályok lesznek majd, amikre oda kell figyelni, és nyilván ez a következő hónapokban el fognak dőlni ezek a kérdések, reméljük nem években kell lesz számolni, és nyilván nekünk alkalmazkodni kell majd ezekhez a trendekhez, úgy, ahogy a munkaadóknak, tehát a hoteleknek, éttermeknek is alkalmazkodniuk kell ezekhez. Én magamat pozitív szemléletű embernek tartom. Azt gondolom, hogy minden egyes válság után fellendülés jön, gazdaságilag ugye ez számtalan példát láthatunk rá a történelemben, hogyha van egy szűkebb vagy szegényebb időszak, azt egy gazdagabb időszak követi, és ebből kell tudnunk majd profitálni. Nálatok milyen üzleti modellre épült fel a cég, hogy hogyan álltok kapcsolatban a kliensekkel, a kiközvetített partnercégekkel? Ezen fogtok változtatni a jövőben? Hogy látjátok a jelen helyzeteteket? Minden egyes szerződésünk, minden egyes papírmunka online zajlik. Én úgy gondolom, hogy most a 21. században csak ennek van jövője. Ugye nem kell fizikailag jelen lenni ahhoz, hogy egy ilyen megállapodást tető alá tudjunk hozni a partnerekkel, és ezt most is a leállás pillanataiban is fejlesztettünk ezeken a dolgokon, hogy még gördülékenyebben, még automatikusabban menjenek ezek a dolgok. Ugyanígy a munkaerő felé is online. Van, akivel még telefonon sem beszélünk, mert a messengeren, e-mailben és a többi mennek a dolgok, és szerintem manapság ez már abszolút nem kérdés, hogy így a leggyorsabb. Fejlesztések folynak, amennyire tudjuk, csináljuk, ezen a jövőben sem kívánunk változtatni.
Milyen szerződéseket adtok? Tehát a ti klienseitek egyszeri belépési összeget fizetnek, vagy minden havi bevételük után adnak nektek járulékot, jutalékot, hogy mi ez a fajta modell, milyen modellben dolgoztok? Bizonyára ezt mindenki tudja, hogy a munkavállalótól pénzt kérni nem szabad, tehát mi a munkaadókkal vagyunk ilyen anyagi szerződéses viszonyban, és a közvetítésnek, mint olyannak természetesen díja van. Ez a díj egy egyszeri díj, és garanciát is vállalunk a kiközvetített emberre, tehát hogyha ledolgozta a próba idejét, és ott marad, tehát kölcsönös az elégedettség a munkaadó és a munkavállaló között, és ezt a munkaadó nyugtázza is, hogy igen, én ezt az embert szeretném megtartani, akkor küldjük ki neki a számlát. Hogy látjátok, hogy 2015 óta fejlődött a cégetek, ketten a pároddal viszitek, hogy ketten elegek vagytok, vagy kell majd fejleszteni a céget, plusz asszisztens, ahogy egyre nőnek a számok, persze reméljük, hogy majd a korona után újból dübörögni fog a gazdaság, hogy ketten elegek vagytok ehhez a munkához, ehhez a fajta kapcsolattartáshoz, vagy idővel kell majd fejleszteni a vállalkozásatokat? Már a 2019-es év az olyan erős volt, gondolkoztunk rajta, hogy alkalmazottat is kellene felvennünk, illetve foglalkoztatnunk. Ezt a 2020-as évre terveztük be, és 2019-ben senki nem látja a jövőt, és nem tudtuk, hogy a korona miatt hatalmas visszaeséssel kell majd számolnunk. A személyzeti kérdéseket 2020-ra ütemeztük be, amiből sajnos nem lett semmi, de hát ugye, ahogy te is elmondtad, nagyon bízunk benne, hogy a gazdasági fellendülés akkora lesz, hogy aztán már nem fogjuk ketten bírni. Köszönöm szépen, hogy tudtál időt szánni erre a beszélgetésre. Minden link a cégetekhez ott lesz majd a videó leírásában, és bizakodni kell, kedves nézőink, nektek is, hogy ezután jobb világ fog jönni, nem sokára. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Attila, még egyszer nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, illetve kitartást, és jó egészséget kívánok minden kedves nézőnek, vigyázzatok magatokra, és ahogy a videóban is elmondtam, csak pozitívan. Pontosan, ez nagyon jó végszó volt. Szervusz, Marek! Szia, Attila, köszönöm szépen! Ha tetszett a műsor, dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozzunk holnap is. Szevasztok!